Jó napot kívánok! Végzett diákként mikor leszek jogosult egészségügyi ellátásra? Jó napot kívánok! Megszűnik a jogosultság az egészségügyi szolgáltatásra, ha a nappali tagozatos tanuló hallgató elvégzi az iskolát, és a diák igazolványa sem érvényes, és nem tud elhelyezkedni, vagy nem részesül valamilyen ellátásban, illetve szociálisan sem rászorult. A 45 napos türelmi idő a diákokra is vonatkozik, így a diákigazolványok érvényessége megszűnésének napját, azaz október végét követő 45. nap december 15 lesz. Amennyiben ezen időpontig nem sikerül egészségügyi ellátásra jogosultságot szerezni, akkor december 16-ától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni, egészen addig, míg a diák jogosultságot szerez egészségügyi ellátásra, például munkába áll. A kötelezettséget főszabályként a NAV automatikusan írja elő. Egyéb esetekben a T10-11 új nyomtatványt kell a hivatalhoz benyújtani. Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 11.300 forint, napi összege 380 forint, melyet a tárgyhót követő hónap 12-éig kell megfizetni átutalással, az elektronikus fizetési módok valamelyikével vagy csekken. A témában további információk olvashatók a hivatal honlapján, vagy tájékoztatás kérhető a 18-19-es infovonalon, illetve bármelyik ügyfélszolgálaton. Köszönöm!